A torokfájás az tünet. A torokfájás most az őszi időszaknak egy nagyon gyakori jelensége. Leggyakrabban a mandula, illetve a garatfal gyulladásos megbetegedései okoznak fájdalmat. Azonban azok a panaszok, torokfájdalmak, amelyek nem szezonális jelleggel jelennek meg, lehetnek egyéb betegségnek is a tünet csoportja. Leggyakrabban a gége, a hangszál, esetleg a légcső felső régiójának valamilyen akár daganatos, akár gyulladásos megbetegedése is lehet. Ezzel a panasszal igen gyakran jár a köhögés. Ez már viszont egy nagyon fontos dolog, hiszen a laikus ember nehezen tudja a köhögés jellegéből, gyakoriságából, mienségéből megállapítani, hogy mitől köhögünk. A legegyszerűbb lehetőségek ugye az előbb említett gyulladásos megbetegedések, de a köhögés az már akár a hörgők, akár a tüdő egyéb betegségeit is jelenthetik. Lehetnek ezek gyulladásos folyamatok, lehetnek daganatos folyamatok. Köhöghetünk a mellhártya gyulladásos vagy daganatos megbetegedéseitől, de egy igen gyakori népbetegség is jellemzően köhögéssel társul, ez pedig az úgynevezett refluxbetegség, ahol ugyebár a gyomorszál nyitottsága miatt a sav regurgitál és begyulasztja a nyelőcsövet. Az utóbbi idővel érzem, hogy kaparja egy kicsit a torkomat, ezért meg kellene nézni a doktor úrral, mert egyszerűen a nyelés is elég problémás. Az ősszel virágzó növények pollene, nagyon gyakori a parlagfű allergia, amelyek szintén rohamszerű köhögéseket tudnak kiváltani. Emellett számtalan olyan légúttal kapcsolatos megbetegedés is köhögést produkál, mint a szilikózis, fibrózis, aszbesztózis, emfizéma, amelyek mind a légúti izgalmak következtében jönnek létre. Az is egy nagyon komolyan megjegyendő dolog, hogy a szívbetegségek bizonyos esetekben szintén köhögést tudnak produkálni, leggyakrabban a magas frekvenciai szívműködés válthat ki köhögés, száraz köhögést. Ha a köhögés száraz, ez két dolgot jelenthet. Vagy egy felső légúti váladékmentes gyulladásnak a részjelensége, vagy olyan légúti megbetegedés, mint a korábban említett daganatos megbetegedés, vagy az éppen most említett tüdőfibrózisok, amelyek nem termelnek váladékot. Így csak egy száraz inger köhögés van, jellemzően például az allergiára is ez jellemző, míg a váladékos köhögés az általában a torok, a gége, a légcső váladékkal járó gyulladásos megbetegedéseinek a részjelensége. Egyébként gyönyörű, szép piros a torkom. Aha, piros a torkom? Igen. A torokfájdalom mindenképpen egy gyulladásos, vagy egyéb a torokban elhelyezkedő elváltozásnak a tünete. Valójában orvosi vizsgálat tudja eldönteni azt, hogy ez egy gyulladásos folyamat, vagy más dolog áll a háttérben. Tehát nem érdemes megpróbálkozni öngyógyítással, mert nagyon sok esetben egy kezdetben közepes fokú torokgyulladás ugye átcsaphat egy mandulának egy gennyes gyulladásába, avagy a gégefő begyulladása miatt ugye nagyon komoly fájdalom léphet föl, és ugye elveszíti az ember a hangját, reketté válik. Tehát mindenképpen orvosnak kell megnézni ezt a történetet, és legtöbbször szükség van antibiotikumra a gyulladásos betegségek kezelésekor. Ez viszont nem áll rendelkezésben a házi patikában, tehát a házi orvos tudja ezeket fölírni, hiszen ezek nem recept nélkül kapható gyógyszerek.
A torokfájás az egy tünet. Érdemes utána nézni, hogy mi van mögötte. Lehet sok minden mögötte. Amennyiben visszatérnek a tünetek, nem javulnak, vagy rosszabbodik az általános állapot, akkor érdemes orvoshoz fordulni. Egyre több beteggel találkozunk az ősz folyamán, akik torokfájással fordulnak hozzánk. Az időjárás változékonysága is kivált bizonyos felső légúti tüneteket. Így egyértelmű, hogy egyre többen jönnek hozzánk torokfájásos panaszokkal. Az öngyógyításnak megvan a szerepe ebben a helyzetben. Átmeneti, enyhe panaszok esetén elképzelhető házi szerek használata, gyógynövények használata, vagy akár néhány szopogatós tabletta is, azonban visszatérő vagy súlyosabb esetekben forduljanak orvoshoz.